estét kívánok, hölgyeim és uraim, ez a nagy duett, amelyben senki sem az, akinek látszik. Ma egy fantasztikus párok lépnek színpadra, akik egész héten gyakorolták a dalokat, és még ennek ellenére egy színpadra fognak állni. Azt hiszem, hogy nagyon sikerültek a párosítások, hiszen van olyan páros, akik között már szerelem is szövődött, néhányan pedig már a csokra gyúrnak, hiszen nyertes csak egy lehet. Engedjék meg, hogy üdvözöljem a zsűri tagjait is. Mint minden héten, ezúttal is itt van velünk a mindig nagyon csinos díva, Szulák Andrea! Mellette a kevésbé szép Kasza Tibi, aki ezen a héten is lefogyott legalább 30 kilót. És milyen jól áll neki egyet. Így van. És itt van velünk az az ember, aki nem tudja, mit jelent magyarul a neve, mi pedig azt nem tudjuk, hogy mit jelent magyarul az, amit ő mond. Ő nem más, mint Kuki! És akkor vágjunk is a közepébe, már is következik az első páros, akik egy igazi mulatossal készültek a mai műsorra. A párosról annyit mindenképpen érdemes elmondani, hogy ez a dal szinte teljesen rájuk lett szabva, vagy azt is mondhatnám, hogy róluk íródott. Hölgyeim és uraim, már is a színpadon Rubint Réka és párja Korda György, a dal pedig nem más, mint Kis Grófó, a nézését meg a járását című dal. Szervusztok, hát itt vagyok. Hol? Láttam, te vagy az? Itt vagyok, te látod? Jaj, már látlak, Gyuri, csak olyan lassan mentél, hogy én gyorsabban néztem. Hölgyeim és uraim, egy komoly felkészülés után a színpadon Magyarország női hasizma Rubint Réka és a Velencei tó kapitánya Korda György. Szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én babám, a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását. A nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását. Száz aranyért nem adnám, száz aranyért nem adnám. Megkötöm lovamat szomorú fűzfához, megkötöm szívemet az én klárikámhoz. Lovamat eloldom, mikor a nap felkel, de tőled, klárikám, csak a halál old el. Fantasztikus, csodálatos volt! Köszönjük szépen! Lássuk akkor, hogy mit szól mindehhez a zsűri. Na, hát van nekem nagyon vélemény, vagyok boldog, hogy itt köszönthetek a színpadon. Nagyszerű volt, hogy nálunk Le Paris-ban mondják, fenomenál. Gyuri, te mozogsz, mint francia chanson énekes, Edith Piaf, de akkor is neked vigyázni kell, már mozdulaton, mert félek, hogy egyet lépsz és maradsz úgy. Dereka, remélem jól van. Dehogy van jól. Annyira van csak jól, hogy te beszélsz, fiam. Akkor most elénekeljük a dalt, Gyuri. Már túl vagyunk rajtad. Maradjában pont olyan vagy, mint Klárikám, az is mindenbe belepofázik, semmire sem emlékszik. Na, akkor elénekeljük? Oké, hát amíg Gyurék eldöntik, hogy hol is tartanak, addig mi tartunk egy kis szünetet, és hamarosan folytatjuk, hiszen számtalan különleges és fantasztikus páros vár a sorára. Mint már említettem, van olyan páros, akik igencsak közel kerültek egymáshoz. Nem sokára következik, tehát egy igazi szerelmes dallal Conchita Wurst és Terry Black. Ne menjenek sehova! Hát én nem is tudnék. Hölgyeim és uraim, már is folytatódik a nagy duett, egy újabb hihetetlen páros következik, akik egy dal erejéig álltak össze, hiszen van bennük valami közös, hogy mi az, az hamarosan kiderül, de nézzük meg, hogy hogyan sikerült a felkészülés. Nagyon jó lesz. Nagyon jó lesz, testvér. Csinálj. Te Kozsó, elment az áron. Látom. Te voltál. A színpadon a rezsicsökkentés két apostola, az aranytrombitás Dáridomester Galambos Lajos és a tisztelenség lovagja Kozsó. Következik a kell egy kis áramszünet.
látsz a téren, kiáll kevén, talapzatán egy kőszobor. Kezével bőszen szorítja íját, bika mód komor. Hé, 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 öreg harcos, ne feszítsd túl az íjadat. Hé, 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 a kőszíved megszakad. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csináld. Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Fárasztó sportág, a pénzvadászat, pihenni közben nem lehet. Ez is kell hozzá, az is kell hozzá, ugye emberek? Hé, 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 öreg harcos, ne feszítsd túl az íjadat. Hé, 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 a kőszíved megszakad. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csináld. Most jön a lényeg, kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Köszönjük szépen, ez csak ugyan fantasztikus volt. Várjuk a zsűri értékelését. Ha, babáim, ez csodálatos volt, érted? Hogy egymásra találtatok a dalban. Meg volt köztetek az a szikra. Tudjátok kezelni a feszültséget. És tényleg, nálam majdnem kivertétek a biztosítékot. Főleg te, Lajcsi. Nekem nagyon tetszett a produkciótok, csak én bevallom őszintén, én azt vártam, hogy férfi-nő felállásban lépnek a színpadra a párosok. Itt most nem tudtam eldönteni, melyik a férfi és melyik a nő, de az élmény ettől függetlenül pazar volt. De most én mégis azt érzem, hogy így soha többet nem akarlak titeket együtt látni a színpadon. Andi, tényleg nagyon szeretlek, és szívem minden szeretetével mondom, hogy gyere el a teaházamba, tényleg most működik a vízforralom is, főzök neked egy nagyon finom teát, szívem minden szeretetéből, csak vizet hozzá, mert valami van a vízvezetékkel. Szeretlek, Andi, szeretlek! Fogadj el magadat. Én Lecsi, te nagyon sokat fogytál, szeretnélek látni a színpadon, a hangod nem volt tökéletes, de ez nem probléma. A lényeg az, hogy összhangban voltatok, ez az összhang mit jelent? Ide írtak nekem a papírra, hogy ezt kell mondani, ez jelenti azt, hogy énekeltetek összes hangot. Kuki, köszönjük szépen, hát továbbra sem értünk egy szót sem, csak az nyugtat meg, hogy szemmel láthatóan te sem. Most ismét egy kis szünetet tartunk, de ne menjenek sehova, hiszen hamarosan következik még Vona Gábor és Bangó Margit a Mindig kell egy barát című dallal, majd jön Gyárfás Tamás és Hosszú Katinka az Ugye mi jó barátok vagyunk című számmal, valamint érkezik Csintalan Sándor és Lendvai Ildikó is a Régi csibészek című dallal, maradjanak velük!